A Honvédelmi Sportszövetség Bátrak Ligája elnevezésű versenye Dombováron és Tolna vármegyében is először került megrendezésre az MMS Eszterházi Miklós Technikum és Kollégium Buzánszky Jenő sportkomplexumában. Az országos versenysorozat a városi és a térségben működő oktatási intézmények csapatainak részvételével zajlott. 43. alkalommal rendezi meg a Honvédelmi Sportszövetség ezt a versenyt. A célunk az, hogy a felső tagozatos általános iskolásoknak adjunk egy olyan lehetőséget, amellyel megismerhetik még jobban önmagukat. Sajátos akadályverseny ez, hiszen egy kicsit ilyen katonai jellegű, és a jelleget azt még inkább fokozza, a katonai jelleget az, hogy a kadétiskolásokat is ide hívjuk, akik segítik a versenynek a lebonyolítását. A szövetség 5 évvel ezelőtt hozta létre a versenysorozatot a 7.-8. osztályosok számára. Az akadályversenynek fontos szerepe van a honvédelmi előképzésben, mindemellett a sport által a fiatalok akaratereje, fizikuma és állóképessége is fejlődik. A vetélkedő alatt a résztvevők a sportlövészetet, vívást, íjászatot, evezést, RC tankvezetést, valamint egy autószimulátort is kipróbálhattak. Örülök annak, hogy egyáltalán megfogalmazódott a vetélkedőnek az ötlete. Egyébként ez is Simicsko István volt miniszterurat dicséri, most frakcióvezető a KDNP-ben, és örülök annak is, hogy 10 csapat itt volt, illetve sok néző. Talán a résztvevők, a nézők is kedvet kaptak egy kicsit a katonai életmódhoz arra, hogy esetlegesen továbbtanulásokat majd kadétiskolába vagy katonai területen folytassák. A két legjobb csapat tovább jutott az országos versenyre, majd ott képviselhetik a várost. A dobogó 3. fokára a József Attila Általános Iskola 1-es számú csapata, a 2. az I.S. Gyula Gimnázium csapata állhatott, míg a győztes a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ csapata lett.